Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, és ennél a kivetésnél a sors utakról van szó. Hogy milyen változások lesznek nálad a közeljövőben? Sorsdöntő változások, döntések, találkozások. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, sorskerék, ilyen néven kérheted, a díjam az 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először megnézzük, hogy mi van ott az alsó sorban. Bal oldalon látható egy férfi, és figyeli ezt a bokrot. A bokron vannak az aranyérmék. Ezek jelentik az értékeket, a jólétet, a gazdagságot, a tehetséget, a szerencsét, de ezek az érmék nem az övé, hanem másoké, és ezt figyelgeti. Én nem hiszem, hogy ő irigy. Inkább itt arról van szó, hogy úgy gondolja, hogy mások megérdemlik azt, hogy szerencséjük legyen az életben, meg boldogok, jólétben élnek, megvan a tehetség, és én itt vagyok, és mások nem vesznek észre, nem tudom kimutatni a tehetségemet, én nem vagyok ahhoz jó, hogy ilyen szerencsém legyen az életben. Itt ő hibázik, hiszen összehasonlítja magát másokkal, holott ő sokkal magasabb, mint mások. Azon kívül ott van előtte az ő saját aranyérméje, de oda kellene figyelni, fel kellene venni, kézbe venni, és akkor tudatában lenne azzal, hogy ő is értékes. Hogy ki ez a férfi? Ez lehet a lelki társad. De mint mindig, a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, és ez utalhat a te hozzáállásodra, akkor is, ha te egy hölgy vagy. Most azon kellene elgondolkozni, hogy ez rád vonatkozik-e, vagy ő rám. Jobb oldalon, alul a sarokban látható, hogy szorgalmas, de azért még van egy kis húzavona, ami a munkáját illeti. Vannak pillanatok, amikor elégedett, vannak pillanatok, amikor olyan csalódott, hiszen nem kapja meg úgy az elismerést, ahogy szeretné vagy megérdemelni. Ott középen először is látható a múlt, ott vannak a kelyhek meg a gyermek, itt vannak nosztalgikus emlékek. Sőt, az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ha ez egy férfi, akkor látható a lovas képen, ez a lovas férfi, hogy visszatér a múltból, útban van hozzád, és kimutatja azt, hogy megoldotta a problémáit, és sikerei vannak. Én úgy gondolom itt a kártyáknál, hogy itt két különböző férfiről van szó. Az egyik lehet a társad, a másik pedig valaki a múltból. De mint említettem, az első képnél meg az utolsónál lehet a te helyzetedről is szó, akkor is, ha te egy hölgy vagy. Itt a középső sorban bal oldalon Justícia istennő látható. Itt igazságról vagy igazságtalanságokról van szó. Ez lehet egy bírósági ügy is. Vagy te vagy ebben a helyzetben, vagy ő van ebben a helyzetben. Ami fontos, hogy legyen meg a mérleg,
hogy mérlegelni tudjuk a dolgokat, és a mérleg jelenti a belső egyensúlyt is. Kell ez a harmónia. Ott középen látható egy férfi, aki meditál. Ez lehet a társad, de lehet a te tartásod is. Vagy ez a kártya lehet egy jó tanács számodra, hogy húzódj vissza, meditálj valami felett, legyen meg az elképzelés, az ott látható a kártyán, ott felül a sarokban ez a szent kép. Ez, amiről álmodozol. De legyen meg a belső hited, és a belső nyugalmad, higgy abban, hogy ez az álom megvalósul. És ott mellette a csillagok szerencsét hoznak. A csillagok jelentik a bizalmat is, hogy minden úgy alakul, ahogyan ez a csillag képekben meg van írva. A csillagok jelenthetik az asztrológiát, vagy egy spirituális területet is, hogy ezen a téren vannak nálad konkrét elképzelések, hiszen látható, hogy jelenleg még vannak problémák a munkahelyen, van egy kis húzavona, és most megvan arra a lehetőség, hogy komoly döntéseket hoz, és megvan az elképzelés, hiszen szeretnéd ezt a spirituális munkát elvégezni, hiszen ez a te hivatásod. És ott Justícia Istennő mutatja azt, hogy hasonlítsd össze, mérlegeld a dolgokat, és ha ez az elképzelésed, akkor legyen meg ez a döntés, de őrizd meg a belső nyugalmadat, őrizd meg ezt a belső egyensúlyt. Ott felül, bal oldalon látható egy kéz. Ez lehet a te kezed. És a kezedben van ez az aranykehely, ami jelenti az érzelmeket, jelenti a belső forrást is, hogy hallgass az intuíciódra. Azon kívül, hogy vedd kezedbe a dolgokat, cselekedj. Te át tudod nyújtani ezt a kejhet másoknak, ami azt jelenti, hogy kimutatod az érzelmeidet, hiszen a kejheknél mindig érzelmekről van szó. Az is lehet, hogy ez a kéz nem csak a tiéd, hanem valaki átnyújtja számodra ezt az arany kejhet, kimutatja az érzelmeit, vagy lesz egy ajánlat, lesz egy lehetőség, hogy dolgozz egy spirituális területen, vagy megvan ez a kreatív tevékenység. Ott felül jobb oldalon látható a gyermek. Ez jelentheti a gyermekeket, jelentheti a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, vagy jelent egy új irányt, egy új kezdetet, hogy itt tényleg van egy ilyen sorsfordulat. Itt előre mennek az események. A háttérben a nap az jelenti a kisugárzásodat, jelenti a sikereket, a nap megvilágít valamit, vagy valakit láthatóvá tesz valakit, akkor itt lesz egy találkozás, vagy a nap megvilágítja a sors utatokat, és akkor tudod, hogy melyik irány fontos számodra. A nap jelentheti a vonzalmat kettőtök között, vagy jelenti a nyári hónapokat. Tehát ennél a jóslásnál arról van szó, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, kimutatja a sikereket, lehet, hogy van egy bírósági ügy, vagy egy helyzet, ami igazságtalannak tűnik számodra, de itt lesz egy megoldás.
Ez a férfi sokat dolgozik, de nem kapja meg az elismerést, ez lehet a párod, de lehet a te helyzeted is. És akkor előfordulhat az, hogy itt lesz egy munkahelyi változás, mégpedig egy kreatív tevékenység vagy spirituális terület. Fontos, hogy találd meg a belső egyensúlyodat, a nyugalmadat, meditálj valami felett, és a nap megvilágítja az élet utadat, a gyermek jelenti ezt az új irányt hozzá. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a jóslás, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, ennek is nagyon örülnék, és köszönöm szépen. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!